A német hagyományok két nevezetessége a pacsker és a búcsú került egy kiállító térbe. A búcsúknak a legsötétebb időkben is család összetartó ereje volt a németeknél. Szinte kötelező volt hazalátogatni ilyenkor a világ másik végéről is. A hagyomány vagy a koreográfia szinte mindenhol ugyanaz volt. Ez arról szólt, hogy a bevonulás előtt álló fiúk, ők vállalták fel a búcsú szervezését, ami egy háromnapos búcsú volt, de ők előtte már nagyon sokat dolgoztak. Például megszervezték a bált, ezen kívül kisorsoltak a bálban egy válkendőt, egy kásmérkendőt, ezt piacokon megvették, és az is volt az érdekessége, hogy előtte jegyeket árultak, és ahány jegyet eladtak, annyi kukoricaszem került a kalapba, és a kukoricaszemek közé egy piros kukoricaszemet is tettek. És éjfél után ezt kisorsolták, és aki volt a piros kukoricaszem, azért lett a válkendő. Valamint azért is nagyon érdekes, mert a búcsús fiúk kiválasztottak maguknak egy búcsús lányt, és a búcsús lány készítette el a kalapokat. És a fiúk pedig elmentek a lányokhoz, a lányos házhoz, megkapták a kalapokat, utána pedig elmentek a művelődési ház, vagy pedig régen ugye kocsma volt annak az udvarába. A kocsma udvarába felállítottak egy búcsúfát, annak a tetejére pedig rátették ezt a kendőt, és megkerülték, keringővel megkerülték az oszlopot, és kezdődött a bál, ahol hajnalig mulattak, és nem csak egy nap, hanem három napig mulattak, és a harmadik nap pedig eltemették a búcsút. Az evangélikusoknál és a reformátusoknál élő szokásokat a távolabbi magyarországi vidékeken a németek körében ismeretlenek voltak. A szokás középpontja a Völcség és Baranya egyes vidékei. A 10-es évek fotóitól a 30-as évekig nyomon követhető a viseletek változása. Sötétebb volt, egész sötét volt a 10-es években, és nagyon szépen lehet látni, hogy a 30-as évektől egyre világosodik, és a 30-as évek végén már a világos brokátot lehet látni az asszonyokon, vagy a lányokon. A kérváj az templom szentelést jelent, viszont a templomot általában nyáron fejezték be, akkor készült el a templom, amikor dologidő volt. És az egyház Mária Terézia idejében megtiltotta a nagy ünnepséget dologidőben, és egy rendelettel a mártonnapi időszak köré helyezte. És akkorra viszont már vége volt az őszi munkáknak, a betakarításnak vége volt, és volt idő arra, hogy meghívják a rokonokat, a szomszédokat, és egy nagy ünnepséget tartsanak. Azért is nevezték Fresskirmesnek, tehát zabáló búcsúnak, mert akkor volt idő arra, hogy finomat főzzenek és finomat egyenek is. Küllerni Koch Ilona a 30 esztendeje gyűjti a búcsús képeket. Meséli, mikor elterjedt a kiállítás ötlete, többen hozták a saját emlékképeiket. Ugye ezt a kiállítást még bővíteni fogjuk, és én úgy gondolom, hogy ez országosan egy kuriózum. A pacsker talán a legismertebb és legautentikusabb viselet. A mintázatok, vagy épp annak hiánya sok mindent elárul viselőjéről. Tolna megyei pacsker minta a legváltozatosabb és a legszebb az egész országban, és ezt szeretnénk bemutatni. Ezért is határoztuk el, hogy felgyűjtjük az egész megye pacsker mintáit. Már nagyon sok mintánk van, több mint 200, és következő évben szeretnénk ebből egy kiadványt is megjelentetni. Vannak olyan települések, ahol egyáltalán nem volt minta a pacskerokban, tiszta fekete volt, esetleg belekötöttek mintákat, ilyen volt Nagymányok, Mőcsény, Cikó,
Óbánya, Ófalu, ezekben egyáltalán nem volt minta, viszont vannak olyan települések, ahol a sarkánál hátul is vannak minták, és ezek általában a katolikus települések voltak, ami Kisdorog, Bonyhád, Varasd és a Hegyhát településein katolikus falvaiban kötöttek ide hátra még mintákat. És ez az én kedvencem, Majosi minta. Dürr néni nagyon sokat kötött, és Dürr néni Majosi, és itt van az utolsó. Ez a pacsker, amit utoljára elkezdett kötni, és ez még megvan nekünk, és a kaptafa. Tehát nagyon érdekes, hogy a pacskerokat meg kell talpalni, és azt csak úgy lehet megtalpalni, hogyha van hozzá kaptafa, mert különben nagyon nehéz lenne. És a kaptafák voltak mindenféle méretben, a nagytól egész a kicsiig. A fehér pacskerokat nem minden településen kötötték, viszont azokon a településeken, ahol nem kötöttek bele virágmintát, ott előszeretettel használták a fehéret és a feketét, mind a két szint. És először voltak olyan települések ezeken, ahol először megkötötték a fehér pacskát, és utána befestették. Tehát nem mindig használtak fehéret. Ez mindennapi viselet volt. Tehát otthon ebben jártak, nagyon kényelmes és nagyon jó viselet, ma is még használjuk, én is nagyon szívesen húzom ezt, hisz meleg és jól tartja a lábat, tehát tényleg érdemes ebbe járni kellni. A nagymamát most azt láttam, hogy aki már elmegy nyugdíjba, az szívesen jön hozzánk és megtanulja. Van olyan székely tagunk is, aki már most lett nyugdíjas, a menye sváb, és szeretne az unokáknak pacskert kötni. De van olyan, aki másik, aki székely, és az édesanyjától tanult meg pacskert kötni, akit egy itt maradt sváb néni tanított meg pacskert kötni. Tehát nagyon érdekesek ezek a dolgok.